Bár nem mindig zajlott a maihoz hasonló aktív halgazdálkodás, az ország legrégebbi halas tava a tatai öregtó. A tavat ősszel ürítették le, a jeges idő elvonultával pedig hagyományosan március 1-ével szokták megkezdeni a feltöltést a vízügyi szakemberek. Ez idén lassabban halad, mint azt, ahogy megszokhatták a tataiak. Az építőparki beruházás miatt a város kérése volt, hogy a mederben lévő munkákat be tudják fejezni, ezért egy két héttel később kezdtük meg a tó feltöltését. Azóta folyamatosan megy. Hát ami nem kedvez nekünk, az a aszályos időszak. Hál' Istennek vannak forrásaink, illetve az által ért projekt rendbe tette a tó fölötti mederszakaszokat, úgyhogy az ott keletkező vizek le is jutnak a tóba. Így egy stabil napi 2-3 cm-t tudunk megfogni. Május 1-ére szeretnénk elérni a tó üzemvízszintjét, a 183 centit, most 70 centi körül vagyunk, az több mint egy méter még, ez valószínű, hogy nem fog jönni, de május közepéig várhatóan a tó el fog érni a szokásos nyári üzemvízszintet, ami még nagyban segítene nekünk, hogyha lenne egy jó kis esős időszak, nem csak a mezőgazdászok várnak rá, hanem mi is. Állítják a vecseri zsilipet, mivel klasszikus árapasztó mederrel az öreg tó nem rendelkezik, a vízszint szabályozás minden műveletét az öt zsilipen keresztül kell megoldani. A napról napra növekvő vízmennyiséget akár az interneten is követhetik az érdeklődők. Eduvizik.hu honlapon vannak fönt, hogy operatív vízállások, vagy területi vízrajzi adatok, és azokban meg lehet keresni az általeret, és ott a tatai öreg tó vecserei zsilip vagy vecserei vízmércét, és ott lehet látni, hogy azért március 14-e óta stabilan napi 2-3 centivel töltjük a tavat, illetve hát ha valaki lemegy a Tata Duna felüli oldalára, ott látja, hogy az általéren nem sok víz folyik el a Duna irányába, amit lehet, azt megfogunk a mederbe. A víz jelentős része az a vízgyűjtőről, a általér vízrendszeréről érkezik. Azért tavaszi csapadékok, illetve a hóolvadás az sokat szokott segíteni a dolgon. Most szerintem a felső tavak is, mindenki az aszálya, a küzdők is próbálják megfogni azt a vízmennyiséget, amit a vízjog nekik enged. Érkezik a tóba a fölös víz, ezért is tudjuk folyamatosan tölteni, de a vízgyűjtőről most kevesebb. Ami stabilan jön, az a tóparti források, a várforrás, illetve a tómederben lévő források, amik úgy érezhetően frissítik és töltik a tavat. Az öreg tó tározó térfogata eléri a 4,6 millió köbmétert.